Nem, beraktak a izébe a leges... Szabálysértések közé? Vagy? Szabálysértések közé, de hallod... Hányan voltatok a szobában? Hát a szobában hárman, hát, de ilyen szűk az. Az. Hát jobb, mint a 20-an. Hallod, hát, öt jó, napja hát... nem fürödtem. A? Mi? Nem fürödtem, nem ettem, nem ittam. Szerinted? Úristen. Milyen lehet benne az állapot? Aha. Fú, basz. Hm? Gyere, egyél, akkor itt van a kocsma. Itt a büfékocsi. Hát behívott. Azt mondta a dondártában, hogy elmentünk, nyugodjanak meg, nagyon jó helyen lesz a barátnőjük, és kaja minden jó, úgyhogy vigyázzunk rá erre. Neked nem mondta, hogy ez a legjobb hely? De miért? Azt mondtad, hogy direkt vagy, mert egyszerűen nem... Viccelek, jó. Mert abszolút ehetetlen. Nem eszél semmit meg. Semmi. Moslik. Tegnap is bementem, mondom, adják oda. Kézzétek, bementem. Egybe elvették a gyógyszereimet, három napig nem adtak egy szemgyógyszert se, úgyhogy teljesen, és igen, panaszolni is fogok. Igen, és utána meg már attól is féltem, hogy más fognak, mert összetörik a gyógyszereket, és úgy adják a raboknak, és már attól is féltem, hogy már mondom, hogy még a végén összekeverik a gyógyszereket, meg minden. Úgyhogy már volt, amikor nem is kértem. Ja. Bizony, keci kemény volt. És nem az egy ilyen szar piti dologért, érted, így bevágják az embert a közösbe. Jó van, Ági. Most itt vagy, és ezt is túlélted.